Településünk itt az M1-es autópálya közelében a rendszerváltás óta vár arra, hogy közvetlen kapcsolat épüljön ki községünk és a mellettünk húzódó autópálya között. 1998-ban éppen 25 éve születtek az első tervek, azután az évek során több önkormányzati vezetés idején is történt próbálkozás a beruházás megvalósítására, de ezek leginkább a tetemes költségek miatt valahogy mindig elakadtak. Jó magam, 13 éve vagyok polgármester, és ugyan mindvégig hittem benne, hogy megvalósulhat egyszer ez a beruházás, sokáig inkább beláthatatlan távolságban volt. Aztán 2017-től lassan, de biztosan újra kezdődött a tervezési időszak. A megvalósulás pedig meglepő módon pont a COVID-járvány alatt ért révbe véglegesen. Köszönet ezért Mentzer Tamás országgyűlési képviselőnknek, aki már képviselő jelöltként és azóta Buda környéke megválasztott parlamenti képviselőjeként is mindig támogatta ezt a megvalósulást. Ez a közvetlen autópálya kapcsolat 10-15 percet jelent majd az ingadozóknak reggel is és este is, vagyis napi fél órát is spórolhatnak az utazás során. Ez heti minimum 2,5 óra utazást jelent, ami éves szinten több mint 5,5 nap. Ez az az idő, amit ezentúl nem a biatorbágyi reggeli dugóban, illetve a százas úton hazafelé araszolva kellene tölteni. És természetesen várjuk, hogy a beruházás második üteme, a nyugati bekötő út is elkészüljön tavasszal, ezzel tehermentesítve Páty-Ófalu részét. Az autópálya lehajtó elkészülte feletti örömünk mellett, ugyanakkor türelemmel, de várjuk majd annak a lehetőségét, hogy a Telki, Budajenő és Perbál felől az autópályára érkező forgalom a jövőbe kikerüljön majd településünket is. Még egyszer köszönöm Mentzer Tamás államtitkár úrnak, Magyarország kormányának és személy szerint Orbán Viktornak is ezen útépítés támogatását. A miniszterelnök úr az Inpark csarnokának átadása során találkozott az akkor még létező problémával, amit a közvetlen autópálya kapcsolat hiánya jelentett nekünk és az iparterületnek. 2023. december 15-től, azaz mától, ez a nehézség azonban már a múlté. Pátynak immár van közvetlen autópálya kapcsolata. Köszönjük szépen! Számomra is nagy öröm, hogy itt lehetek önök között, és az külön öröm, hogy majdnem annyi biatorbágyit köszöntetek, mint amennyien Pátyról itt vannak. És ahogy polgármester úr említette, legalábbis számomra a történet operatív része az 2017-ben kezdődött. Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne ezt a forgalmi helyzetet, amely bennünket legalább annyira érint, mint Pátyot, hogy rajtunk keresztül jött eddig ez az átmenő forgalom, és reméljük, hogy ezután már nem így lesz megoldani. És hát ez az a terv, ami akkor elindult. Ha visszagondolok most arra, hogy hányszor kérdezték meg tőlem, amikor már látszott ez a beruházás, hogy mikor fog elkészülni a Biatorbágy és Páty közötti autópálya felhajtó, akkor ahogy közeledtünk ehhez a mai dátumhoz, egyre többen kérdezték, és a végén már tulajdonképpen a biatorbágyi beruházások nem is nagyon érdekelték a helyieket. Mindenki azt kérdezte, hogy ez az autópálya felhajtó mikor fog elkészülni, úgyhogy nem csak én mondom, hogy ez Biatorbágynak fontos, hanem minden biatorbágyi polgár így érzi, és azt hiszem, hogy ez a kérés most be fog teljesülni. És hát még én is azt hadd emeljem ki, hogy képviselő úr Mentzer Tamás segítsége nélkül ez az autópálya felhajtó az M1-es autópálya bővítés megvalósításakor épült volna csak meg, és az ő javaslatára került ki abból, és kerül most átadásra, és az M1-es autópálya bővítésével
Biatorbágynak is teljes értékű autópálya felhajtója lesz, itt most hadd mondjam el, mert jelenleg csak egy Budapest felé irányuló felhajtósáv áll rendelkezésre Biatorbágynak. Nagyon örülök, hogy ez elkészült, és mérnök lévén én egy olyan feladatot is adtam a kollégáimnak, hogy forgalomszámlálást mérjenek még az autópálya felhajtó átadása előtt, és természetesen utána is mérni fogunk, úgyhogy lesz közvetlen mérőszámunk arról, hogy ez pontosan mit jelent Biatorbágynak és a környezetének. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kétfajta politikai képviselői felfogás létezik. Az a felfogás, amelyet az én politikai közösségem és én is képviselek, az arról szól, hogy meg kell kérdezni az embereket, hogy mi az, amit ők szeretnének, hogyan szeretnék berendezni az életüket, a mindennapjaikat, és ezt kell segíteni. A másik felfogás, bár nem akarok ünneprontó lenni, de a másik felfogás az, amit Brüsszelben és a baloldalon képviselnek, hogy majd mi megmondjuk, hogy nektek mit kell gondolni, és aki nem így gondolkodik, vagy nem ezt csinálja, az buta. Ennél kicsit drámaiban és direktebben szokta fogalmazni. Tehát a mi felfogásunk és az én felfogásom az, hogy meg kell kérdezni az embereket. Éppen ezért már képviselő jelöltségem idejében nagyjából 300 beszélgetést folytathattam önökkel, a Buda környékén élő emberekkel, és ezekből a beszélgetésekből egészen egyértelműen és világosan látszott, hogy a Buda környéki emberek nagyon szeretnék ezt az autópálya lehajtót. És az is világossá vált számomra a beszélgetések során, hogy teljesen igazuk van. Éppen ezért nyilvánvaló volt, hogy nekem ezt kell csinálnom, nekem ezt kell segítenem, hogy ez az autópálya lehajtó megvalósulhasson. Már akkor is a válságok korát éltük, éppen a Covid-ból próbáltunk kijönni, aztán itt van most a háború is, meg a különböző szankciók, és ilyen időszakban egy majdnem 6 milliárd forintos beruházást nem könnyű megvalósítani, sőt, kifejezetten nehéz. Ez az autópálya lehajtó a Pátyi elkerülővel együtt 5,9 milliárd forint értékű fejlesztés, beruházás. Minden erőnkre, közösen minden erőnkre, és nekem személy szerint is minden erőmre szükségem volt ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Először, annak idején még a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsön kellett ezt áttolnom még a Covid alatt, és aztán elnyerni a kormány támogatását. Boldog vagyok, hogy mindkettő sikerült. Ez a fejlesztés nagyban könnyíti a Biatorbágyon, Pátyon, Budajenőn, Telkiben és Budakeszin élők mindennapjait. Biatorbágyon megszűnik az átmenő forgalom, a Pátyon, Telkiben, Budajenőn élők sokkal könnyebben elérik az autópályát, és abban bízunk, hogy az átmenő forgalom Budakeszin is csökkenhet. Tehát azt lehet mondani, hogy lakosságszámot tekintve a választókörzetem nagyjából felét érinti ez a beruházás, és több tízezer, 40-50 ezer ember mindennapjait teszi majd könnyebbé. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy meg tudjuk valósítani ezt a fejlesztést. Köszönöm Gulyás miniszter úrnak, aki eljött ma hozzánk, és mindig érzékeny és fogékony a Buda környéki ügyekre, a választókörzetem problémáira, dolgaira. Köszönöm, miniszter úr! Szeretnék köszönetet mondani Szijjártó miniszter úrnak, az ő támogatása kellett még annak idején, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs és a kormány támogatását is megkapja a beruházás. Köszönetet mondok az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársainak, kiemelten Pántyi államtitkár úrnak, és minden munkatársnak a segítségért köszönöm, hogy mindig számíthattam. Önökre, rátok, a polgármester uraknak is szeretnék köszönetet mondani, akik harcostársaim voltak ebben a küzdelemben, ami egy, hát ha évtizedes távlatra tekintünk vissza, akkor kifejezetten hosszú időszak volt, de az elmúlt években is meglehetősen sok feladatot és munkát adott. Zárásként pedig annyit, hogy polgármester urak szavaira mindig érdemes figyelni, most is így van ez, ami azt jelenti, hogy a Pátyi elkerülő is készül, és elkészül majd tavaszra, akkor át tudjuk majd adni, és természetesen nincs elfelejtve a Pátyot Telkivel összekötő út felújítása sem. Ez is a projekt, a mostani beruházás része lett volna, ezt a jelenlegi válságokkal, szankciókkal, háborúval és minden egyébbel terhelt időszakban most nem tudtuk megvalósítani, de nagyon szeretném ezt is belátható időn belül megvalósítani. Úgyhogy ha jól értettem polgármester urak szavait, feladatunk van még, igyekszünk ezeknek megfelelni.
hajrá Budakörnyéke, nagyon köszönöm a budakörnyéki emberek támogatását, türelmét és bizalmát. Isten éltesse Önöket, köszönöm, hogy meghallgattak. Mindenek előtt az első szó a gratulációé. Valóban egy olyan 6 milliárd forintos beruházás elkészültére emlékezünk itt most meg, amely nem vitásan nagyon nagy mértékben segíti a Pátyom, Biatorvágyon és a környék településein élőket. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a Sasfészek-tó pihenőhelyhez vagy Pátyi csatlakozással Biatorvágyon keresztül közlekedett, akkor most meg fog szűnni az az átmenő forgalom, ami eddig jellemezte ezt a térséget. Pátty, Telki és Budajenő sokkal gyorsabban és könnyebben fogja elérni az M1-es autópályát, és mindezeknek következtében, illetve az elkerülő út következtében a Budakeszin keresztül áthaladó autóforgalom is jelentősen csökkenni fog. Éppen ezért polgármester úr szemléletesen elmondta, hogy milyen sokaknak milyen sok idő megspórolását jelenti ez a rövid bekötőút, ami lehetővé teszi azt, hogy Budapest és térségének legnagyobb problémájának egy kis szeletét most orvosolni tudjuk. A rendszerváltást követően ugyanis elindult egy folyamat, ami máig sem állt meg, ez pedig azt jelentette, hogy Budapestről kiköltöznek az emberek, és Pest megyébe pedig beköltöznek az emberek. Ennek következtében a több százezeren a mindennapi munkavégzés érdekében kell, hogy elérjék a fővárost, ezért nagyon fontos feladat, hogy mind az autóközlekedésben, mind a vonat, mind a buszközlekedésben előre léphessünk. Ma a legtöbb autóút, a legtöbb autó, a legnagyobb autóforgalom, a legnagyobb vasútforgalom és a legnagyobb buszforgalom is az agglomeráció és Budapest városa között van. Ebben most egyet léptünk előre, ennek a térségnek ez valóban komoly lépés, nagyon nagy időt tudnak megspórolni azok, akik itt élnek. Szeretnék gratulálni képviselőtársamnak ahhoz, hogy akkor, amikor valóban a gazdaság újraindításáról kellett dönteni a Covid-ból való kilábalás időszakában, akkor elérte azt, hogy ez a projekt bekerüljön a kormány által támogatott projektek közé. Ennek köszönhető az, hogy a 21 őszi döntés után most itt állhatunk, és a jövő évtől kezdve, illetve most már a mai naptól kezdve sokaknak sokkal könnyebb lesz a Budapestre való bejutás. Bízunk benne, hogy most már az ország gazdasági helyzete lehetővé teszi, hogy a beruházások a korábbi volumenben folytatódjanak. Ha belegondolunk, akkor nagyon nehéz időszak van mögöttünk. 2020 márciusa óta normális időszak, normális a gazdaságot érintetlenül hagyó időszak nem volt mögöttünk. Először a koronavírus járványjal kellett szembesülnünk, majd pedig a háború és az arra adott elhibázott szankciós válaszok miatti energiaárrobbanás következtében az ország egyfajta rendkívüli helyzetben kellett, hogy működjön. Eközben sem szűntek meg a beruházások és a fejlesztések, ez is az egyik bizonyítéka, ez a mai ünnepség is az egyik bizonyítéka ennek, de úgy gondolom, hogy lehetőség lesz arra, hogy azután, hogy az idei évben sikerült letörnünk az inflációt, a jövő évtől normális gazdasági keretek között a korábbi volumennek megfelelően folytatódhassanak a fejlesztések. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ezekben a munkálatokban. Szeretnék köszönetet mondani polgármester uraknak, akik az igényeket pontosan megfogalmazták, és akik soha nem tettek le arról, hogy ez a beruházás megvalósuljon, és a térségnek pedig jó jel az, hogy olyan országgyűlési képviselője van, aki egy nehéz időszakban is képes volt ilyen beruházást elintézni és a térségbe hozni. Örülök annak, hogy ma egy olyan eseményen lehetünk, amelynek minden környékben élő örülhet, és ami minden környékben élőnek a mindennapjait meg fogja könnyíteni. Köszönöm a figyelmet!